Tegnap az országgyűlés elfogadta az adótörvények módosítását, és ezen módosítási csomagban volt az a módosító javaslatom is, amely a kulturális életben egy nagy lehetőséget teremt. Eddig a munkáltatók a munkavállalóknak adómentesen tudtak 50 ezer forint értékig lehetőséget biztosítani arra, hogy a sportrendezvények jegyeit megvásárolják. A jövőben a módosításnak megfelelően nem pénzben kapott juttatások közül adómentesnek fog minősülni a kulturális rendezvényekre, színházakra, kiállításokra, táncművészeti előadásokra, koncertekre szóló belépőjegy is. Tehát ezzel a módosítási javaslatnak az elfogadásával az országgyűlés lehetővé tette azt, hogy 2013. január 1-től amennyiben a munkaadó természetbeni juttatásként színházjegyet, koncertjegyet vásárol, ad a munkavállalójának, akkor ez adómentes legyen. Ilyen módon akartuk ösztönözni arra a munkavállalókat is, a munkaadókat is, de különösen a munkaadókat, hogy kulturális rendezvényre belépőjegyet vásároljanak, nem adóköteles szolgáltatást biztosítva így a dolgozóiknak.